Jó, sziasztok! Na, láttam, hogy annyira megtetszett mindenkinek a Cement, hogy gondoltam, csinálok még egy retro videót belőle. Most megpróbálok gyorsabban haladni ezzel a kis kampányüzemmóddal, már amennyire lehetséges. Itt jól átrendezte nekem itt a... Jaj, ez a mindenhol Windows effektus. Hát most nem lesz semmi extra kis gameplay, semmi nagyot ne várjatok, meg az se, hogy jaj, akkor ebből most sorozat lesz, ne akarjatok már mindenből sorozatot. Na, itt van, itt leások szépen ezzel a kis okossal, itt megcsinálom a királynőnek a kamráját, és akkor start brood. Elnézést. Hopp, oda petéztem. Bop, megjöttem. Jó van, na. És itt csinálok egy ilyen kis éléskamrát. Szupi lesz. És akkor mindenki boldogan tengetheti hongya mindennapjait. Na, szerintem bekapcsolom így a feromont. Na. És akkor megpróbálom leigázni itt a gonosz fekete hongyákat. Jó, itt hagyom, egyél csaj. Vagy hát felség, egyen, a menü tálalva. Ó, és ahogy nézem, a vörös hangyák sokkal többen vannak még. Na, majd leszoknak róla. Ó, és oda petézett. Na. Vigyük be. Hát ez mondjuk ilyen nagyon izgalmas gameplay, de hát ezért is lepett meg, hogy ennyire bejött nektek a dolog, mert... Így igazság szerint nem sok minden van a játékban, de ami benne van, az mocskos mód jó. Na jó, akkor szerintem nézzünk, látogassunk el ide, és jó, rárakok egy követ a piros hangyáknak a fészkére, hadd dögöljenek éhen. Így ki lehet éheztetni kvázi a vörös hangyabolt. Ez mondjuk elég nagy cheat. Hoppá. Még mielőtt kikelnek. Jó. Egy ideig akkor most nyugtunk lesz. Hoppá. Meg ne éhezzek. Vagy éhen ne halljak. Ójaj. Éhezem! Éhezem! Segítség! Jó. Egyé. Nyom. Na jó. Azt mondja, hogy... Jó, kaja, ásás, stb. Workers, soldiers. Jó, szerintem így akkor elleszünk egy darabig. Emlékszem, amikor ha keresztesommal játszottunk, akkor még csak neki volt gépe, és én járogattam át hozzá. Mindig az volt, hogy itt megláttam ezt a két háromszöget, és mondom, te ott van egy háromszög, hát az ott így mi, meg biztos ott lehet beállítani, hogy a hangyákból milyen legyen, meg íz, és akkor, ja nem, és akkor gonosz volt, mert ő már tudta, hogy mi az, meg gondolom, ő lefordította, amikor nem voltam ott, és akkor állt a szivatot, hogy így, ja, nincs ott semmi, az nem, nem, nem is láttam, meg mit, én meg ott ezen forogtam így napokig, hogy itt, úristen, hát ott biztos valami fontos dolog volt, na. Remélem, hordják a hangyák a bolyba a kaját. Meg szaporodunk. Jó. Jó, jó, jó. Csináljunk itt egy újabb folyosót. A királynőnek. Hát ez itt elvonaglik. Na nézzük, ássunk egy picit le. Ó, kikelt az egyik a köszi okádja számba. Ja, és a petéket is fel tudom kapni. Tök jó. Na, magam mellé rendelek. Ó, de hordják ide a kaját. Nagyon helyes. Nagyon helyes. Na, kicsit kitágítjuk itt a járatokat. Meg egy új kijáratot nyitok. Na, most hova kerültem? Ó, olyan messze. Jó, itt a kukac. És... Jó, hát nagyon nincsen semmi ezen a pályán. Ja de, itt megdöglött a pók éhen. Muhahaha. Ez eléggé morbidul néz ki. A
kis teste. És basszus, ez már egy 23 éves játék. Hát ez kellene most is, tehát hogy így... Leül egy ember, és jó, hát azért valami ilyen mai felszereléssel, tehát azért ne egy 486-os szintjén mozogjon a játék, de hát látjátok, még az se baj, mert most így hogy felfedeztétek, hogy ja, van ilyen is, hát ez tök jó. Csinálj még videót, szóval nem kellene ám ilyen gigászi talányok a jó játék készítéséhez. Na, gyártsuk még itt kaját, vagy hozzuk ide a kaját a királynőnek. De miért nem készít több, vagy miért nincs több katonánk, vagy nem is tudom, tehát így... Nem értem én ezt. Jó, most nagy kirajzás volt. Jó, akkor mindenki így kaja. És nagyon kis ásás, jó. Talán egy picit jobb lesz. Több dolgozó és 10%-ban legyenek mik ilyen, ilyen szárnyas hangyák, tehát akik a szaporodásért felelősek. Your health is low, find something to eat. Jól van. Health. Na jó, átmegyek a királynőre. Jó, itt lesz az új kamra. A keltető kamra. Halál komolyan mondom, ha megcsinálnák ezt ilyen alien szimulátorral, az akkorát ütne, tehát hogy így lenne egy alien királynő, akkor ugye életciklusok, keltetőszoba, meg minden egyéb, így nagyon durva lenne. Ja, de lehet egyébként az a trükkje, hogy a királynővel is lenni kell, és akkor így váltogatni kell a hangyákat. Na, oda is lepetíztem. És akkor így lehet hatékonyan menedzselni a bolyt. Oda is egy pete. Ú, jó sok pete lesz itt. Ez az színné petézem itt az egész. Keltető, itt a keltető kamra. Na már jönnek a kis hamisak. Jó, oda is befordulok, oda, jó van. Ahogy nézem, a peterakás az úgy eléggé kivesz belőlem. Most is nézzétek, ahogy megjelenik az új pete, hogy lecsökkent hirtelen. Jó, de hangyák, hozzák már azt a szerencsétlen kaját, na végre. Jó, mindjárt ki kell az új generáció. Jó sok szárnyas hangya. Na, gyerünk, keljetek ki, kellenek a dolgozók. Néhány dolgozó úgy érzi. Na jó, egyé. Egyé, hogy legyé. Jó, pirosak meg mindjárt megpusztulnak. Szent. B. Nesby. Ernest. Alarm. Trail. Ezt még nem teljesen értem, hogy mire jó. View, Yard House, Strategic Options. Van még the Silly. Cast Info, is Status. Na ez mi? Aha. Whatever. Jó, ide is petézek. Na most elvileg itt kikelt egy raklap hangja, ha minden igaz. Itt rakom le a petéket, vagy mindjárt ki kell keljen egy raklap hangja. De nem tudom, hogy ez mitől függ, hogy most a boly mérete befolyásolja, vagy mi? Hé, ne zabáld meg a kaját előlem, he! Hozzatok még kaját, hát nem hiszem el. Még miért van ez ennyire lent? Úristen, hát el fogunk fogyni. Vagy ez most így hogy kell érteni? Na, mindjárt kikelnek. De nem megy föl. Your colony needs food.
És szégyen szemre a királynének kell dolgoznia? Jó, hát akkor dolgozzunk. Jó, rakja petét. Mindjárt jövök. Dolgozzatok! Hordjátok már azt a szerencsétlen kaját! És mindenki ott dzsemborizik. Királynő meg mindjárt éhen hal. Na, mindjárt rajzás van. Próbálom betápolni, de éhen fogunk halni? Vagy mi a retek van itt, mert Szent Trail, ott a trailerünk. De miért nem hordják a kaját? Forázs. Jó. Talán így már hordani fogják. Gyerünk munkára fel! Kösz! Gondomat viselik. Jaj, ne! Meghalt a fekete királynő. Ujjaj. Baj van, Houston. Na, várjunk csak itt a map. Talán van már elég szárnyas hangyánk. Ajjaj, kihaltunk. Na, most jöhet a párzó szezon. De mi? Hát miért nem evett az a szerencsétlen királynő? Na, ahogy hallom, a pók is aktivizálódott. Na, talán már jöttek az új hangyák. Na, még mindig semmi. Hajjaj, baj van. Na, kész a... Ez az! Új kolónia. Na, itt vagyunk az új helyen. Vagy hol? Várjunk csak. Hogy van ez? Black Colony. Aha, ott meg egy piros hangya van. Na, most talán itt vagyunk. Aha! Juhú, új királynőnk van. Ez nagyon örömteli ám. Jó, és de sok kiárattal. Azt a mindenit. Jó, és mennyi... Az igen. Ott van egy agresszív piros hangya. Itt meg a fekete... Hol van a vörös hangya? Jó. Elkapjuk a gravancát. Ide jövök. Na, mindjárt meglást. Nem lesz itt, nem ulas mindjárt. Alig nem látom, hogy mi merre meddig. Jó. Elkapom itt a hangya királynőt. Hé, most összevesztem egy ilyen... Mi? Egy szárnyas hangya elkapott? De ciki. Na, és ezt a zenét... Kis nyomi. A zene. Nem tudom, hogy lehet rávenni a dolgozókat, hogy hozzanak kaját még. A pók is támad. Ó, a vörös hangyákra rájár a rúd, ahogy nézem. Nem baj, nem baj. El van ott a pókica. Támad a pók. És ott az áldozat. Na jó, közben itt meg éhen halok.
egész jó ez a hangya van. Köszi! Na jó van, fiúk, lányok! Szerintem ennyi elég lesz így mára. Most már legalább rajzottunk is egyet. Nem mondhatjátok, hogy nem. És ó, esik az eső. Na jó, hát ennyi hangyulás szerintem elég volt. Azért remélem, hogy élveztétek. Sziasztok!